Na csácsú, mi csötlesz a csokoládé és traktorkerék, gyerekek? Hát miért vannak lent a földön a dolgok? Ez komolyan. Legalábbis néhány dolog így a lekerült a földre. De miért? De miért? Jaj, álljál meg, álljál meg. Hát akkor a hülyeséget csináltam az előző részben kettő dolgot is, hogy az őrület, úgyhogy remélem, hogy ebben a részben majd egy kicsit egy visszafogottabbak leszek ilyen. Ő ma. Gyerekek, el kell raknom ezt fegyvert, mert szétlövöm az autót, és hova tűntek olyan emberek? Na márja. És az a baj. Szíjjelövöm az autót, mint a szart. És akkor az fog történni, hogy felrobbanunk, szerintem egyébként. Pickup. Ez is miért van itt kint a földön, meg mi van? Mi történt itt? Mi folyik egy gyöngyösen, gyerekek? Jaj, lekaptam a motorháztetőt. Na. Mondtátok, a ladákat szét lehet törni. Nem a ladákat, a ládákat. A ladákat a szétérjék kiper. Várjál, vaze. Nem eljönnek azok a rohadékok, ami az előző részben. Mehetek, ezt valahogy azt mondtátok, szét lehet törni. Nem fér ki az ajtón, Morik. Hát ez őrület. Vaj, open claw. Mi volt? Ja, az az ajtó volt. Várjatok. Mondtátok, hogy lőjek bele pukkával, aztán ez a szétlövöm. Hát ez nem. Ja, várja. R. Ja, nem. Ez legyen betárazva. Rotate, move, rotate. Semmi, gyerekek. Nem tudom, hogy lehet ezt szét... Azt mondtátok, hogy a lökés gombbal, de nincs olyan lökés gomb. Ugye? Most ezzel eltökölök egy kicsit, de... Ugye nincs lökés gombom itt. Az autónál van lökés gombom. Az F-fel ugye, de itt nincs lökés gombom, és beledurrantottam az utolsót. Rotate van, gyerekek. De szerintem ezt baromira nem lehet széttörni, vagy nem tudom. F. Nem. Itt nincs olyan opcióm, gyerekek. Nincs olyan opcióm. Nincs olyan opció, hogy összetörjem. Vagy mi? Magasról főtöverjem? Vagy... Nekiverem a falnak, gyerekek. Szíjjel verem ezt a szart! Mászik ezt széttörni, gyerekek. Oh! Oil! Meg mondtátok, hogy nézőjére nézzek rá. Ugye kupakra, aztán akkor mutatja, hogy mennyi. Hát olajon van szerintem, arra nincs szükségem. Menjünk tovább inkább, azt ugye jobban élném. Adjál neki, Sanyi. Ja, kilőttem az előző részbe, tudom azt a szart, hát... Bocsa, en mi van, Nogi Andi? Ha hova a... Gyere ide, gyere! Menj a hátsó ülésre, ott a te helyed. Így föl lehetett oda tűzni, gyerekek. Egyébként ugye nem kell lecsetelnem, hogy a Dogi Andinak miért Dogi Andi a neve. Gondolom ezt mindenki tudja. Ó, valamit sikerült talán állítanom az én. Valamit ügyködtem itt a grafikai beállításokon. Jó út ez. Jó van. Azt mondtátok, el lehet ütni a hó embereket, úgyhogy ezután csapkodjam el őket. Hát, remélem nem kerül rá a sor, hogy már megint hó emberek támadnak. Meg azt mondtátok, hogy a 93.00-án van a magyar adó. De majd megnézzük, csak... Kavarunk, mint az őrültek. Veretjük a ladával. Egyébként Zoli pont küldött egy linket, egy 1002-es ladáról vegyem meg. Csak pont nincs rá keret, egyébként még meg is venném, elmondom nektek. Úgyhogy szerintem a nyáron biztos, hogy beugrik egy lada projekt. Úgyhogy mármint garázs videót pont kérdezte valaki. Kilincsel előre, gyerekek, veretem, oda nézd. Azt a begyáros. Na, azt akartam mondani, pont kérdezte valaki, hogy lesz-e még garázs videó? Gyerekek, simán kilincsel előre, oda néz, meg lehet csapni a seggét. Jaj, csak nem, hogy megint megfordulja a képet. De megint fazalod a benzint. Ezelőtt találtam nagy nehezen azt, mi volt. Mi volt? Kilőttem basszus a kannát. Na, ja, úgyhogy lehet, hogy lesz egy garázs videók, valószínű beugranak, valószínű. De Lada. Hát szemezek a 21.05-ösökkel is. Na nem mondd, bazz. Ez ekkorát üzét csapott rajtuk. Mi volt az? Valami kirepült oda, de mi? Az mi? Nehogy azt mondd, hogy összetörtem a zsigút, mert akkor megőrülsz. Hallod? Én nem ak... Ne már, kirepültek a dolgok, hallod? Szétrepültek a dolgok. Oda is előre valami. Ez mi?
Cigi, hallod? Ne szórakozz, az jó. Várja. Sassancsuk, ne... Hallod, most kirepültek a izék? Felszerelésem? Öcsém. Kefő. Oda bedoblak, testvérem. Meg ott a olaj. Ez érdekes volt. És nehogy üljön valami, mert megőrülök, akkor puska megvan. Ugye? Várjál. Te a tankba nem öntöttem egy kis... Majdnem egyébként. Nem tudtam, ez a külje az annyira megdob engem. Nézzük meg, hányosan van a... Cigit, egy cigit gyújtsunk rá, gyerekek. Nem lehet rá gyújtani? Várjátok, aludni kéne. Becsukom ajtót. Ezt levesszük. Ezt felkapcsolom, ezt köl. És alszunk egyet, jó? Álomba zuhanunk, gyerekek. Ó, oda nézzetek. Micsoda timelapse volt. Ne. Izé hang volt, hallod? Na, gyorsan menjünk! Hallom, hogy nyúzza... Jaj, megjöttem a Doggy Anditól! Menj, indulj már el, baze! Ezek a hülye hó emberek megint, mint amikor nyúzzák a macskát olyan hangon. Ismertek azt a viccet, amikor... szexelnek a izék... régi világban a... lány meg a... lány meg a izé, a... fiúja. Aztán pont ugye a régi világban sokszor úgy volt, hogy egy szobában voltak a izével, a szülőkkel, aztán egyszer csak megszólal, hogy a szexelnek, aztán a hangot ad, egyszer csak megszólal a izé, férj. Te! Asszony! Ha megint itt behagytad a macskát, aztán eszi a belet. ennél izésebb. Ennél szarabb poént még életemben voltam. Már azon röhögök, hallod? Na jó, fele megyünk, gyerekek, azért. Ja, izé volt. Már megint jöttek ezek a hóemberek. Hóemberek támadása volt. Meg, de jó, legalább a izé, ne, belepattintottam ide a szélvédőbe, most az eltűnt. De ezek nagy külyekre vigyázzik a gyerekek. Kilincsel előre kanyart. Remélem, odaérünk valahova egyszer. Egyszer-kétszer odaérünk valahova, de szerintem az FPS-em egy kicsit jobb lett. Nem szabad nagyot itt tüzelni, mert szétrepülnek a dolgok. Figyeljük, kilincsel elő, kanyar. Igen, és 360-as fordulat. Le is fullasztottam, mi? Frasz. De egyébként simán lehet driftelni a zsigával, hallod? Van itt a távcső, minden be van szorva hátra, gyerekek, nem hiszed el, kannák. Múltkor mentem izével, golfba kellett vinnem üzemanyagot, hallod, nem találtam meg a 15 literes, vagy 10 literes izének, műanyag kannának, nem találtam meg a kukopakját. De meg kellett mennem benzinér. Hát úgy mentem vele, úgy mentem a kútra, hogy nem volt kupak. Jaj, itt lefogok egy, nem szabad ezt csinálnom, gyerekek, ezt a driftinget, mert baj lesz ebb. De egyébként hol van a izém, a puskát, azt hol, hónom alatt fogom, vagy mi? Oda nézzél le. Lehet zoomolni. Eléggé para így vezetni, ilyen beszűkült látótérre. Ja, igen. Azt úgy vezet, úgy vittem a izét, az üzemanyagot. Kiékeltem így mindenhol. Hát olyan szag volt. Gyerekek, a kilincsel előre meg... Figyeld. Beszarsz. Jaj. Nem hiszem, hogy téli gumi lehet rajtunk, mert nagyon... izé, ott csúszik. De miért önindítózik, ha egyszer izé van? Szerintem a nulla a sebesség, akkor instant önindítózik, lehet. Nem foglalkozik vele, hogy megye vagy nem megye. Valaki írta, hogy nagyon akad neki, hát egyébként van egy válítás, egy X, meg tudom mutatni ilyenkor nektek? Ezt a 7 méz, ezt kapcsolt ki. Mert ez nagyon eszi. Én most azt hiszem csak azt kapcsoltam ki, de sokkal jobb az FPS számát. Nem egy egetrengető most se, de... de az eléggé befolyásolja. Az az, amikor így vibrál a levegő. Meg ráadásul az izé, az ugye a sivatagba kellene működnie. Ezen a pont a havason nem is kell, úgyhogy jaj. Sándor, hát jó lenne odaérni valahol egyébként. Egy házhoz. Mert ugye vannak több autó, lehet találni meg különböző helyeken, különböző dolgokat, például utánfutót, meg minden.
Csak hát jó lenne először oda kéne érni. Egyébként azt úgy utálom, amikor tél van egy játékban, fázik a lábam, amikor játszok. Most például. Annyira, annyira vakít ez a fehérség, meg annyira ilyen telesül, vagy fura az egész, hogy... Szó szerint fázok, miközben játszom. Nem szoktatok így lenni? Szevasz, sok stoppos gyerekek. Na, ott valami. Tök jó egyébként ellátni messze. Nagy a látótávolság, pedig nincs is maxra húzva. Azt is egy picit lejjebb vettem, mert igazából így is... Jaj! Hallod? Ó, bazze, az egy ilyen kék sapkás, ez egy kék sapkás. Jó, hogy nem zöld sapkás, mi? Megint izék, megint jönnek ezek a... Mert hallom, hogy izének. Eszi a macska a belet. Olyan hang van. Na, ez egy olyan kék sapkás volt, és tényleg el lehetett ütni, de nagyon para volt. Megint. Ja, elég messze lehet így is látni, nézd meg milyen messze, akkor minek lássak még messzebb. Nem? Most tőle nézzél. Nem tudom hány kilométer, alapban hány kilométerem volt, várja, megmutatom. Itt van-e, 1800, most 2 kilométerre állátok. És ez fő volt húzva nyílre. Az meg ugye a tükrök miért vannak elállítva egyébként? Ja, mert lehet, hogy amikor ugye... Hallod, majdnem leszettem. Így. Ajaj. Nem nagyon akarom rángatni a kormányt, mert olyan könnyen keresztbe áll. Hüha. Igen, azt írtátok, hogy akkor, amikor megakad... Akkor valószínűleg betölt egy új objektet. Úgyhogy valószínű, hogy épület lesz akkor. Amikor én... Nekem... Nagyon megakad, de már megint nyúzzák a macskákat. Megint olyan hang volt. Viszont kéne szereznem benzint, és nem kell kilőnöm a benzines kannámat. Hát hallod, még az is meg van csinálva, hogy kilőd, azt kifolyik. Távcső kéne, hallod, úgy vezetni. Az lenne a kíves. Gyerekek, ez azt egyenes út, hallod? Fagyos egy kicsit az időjárás. Júj, valaki, képzeljétek, írta, de többször is, hogy ez nem Lada, hanem ez egy Skoda. Mondom, az igen. És ráadásul egy Ladás a izéje. Ladás profilképe volt. Mondom, ne haragudjál. De... Ez egy Lada. Ez egy 2101, ugye? 2101. Ja, egyébként gondolkoztam... A Ladát szeretnék venni. Mindig annyira vágytam a Ladákra. Ezt sose tudtam megvenni. Egy igazi retro. Egyébként az 1002-es az, ami nekem így feküdne már, mint a 2101, vagy a 2101-1, ugye? Tudom ám, Zoli. Nem így a rogja, tudom, meg. Ki lettem tanítva egyébként, ugye a 2101-es, meg a 2101-1 között mi a különbség? Mert ugye úgy van, hogy a... Hú, most próbálom felidézni, amiket mondott Zoltán, aki nagy Ladás, hogy... Ez úgy van, hogy a 2101 az a korábbi. Annak van a babás lökhárítója, meg egy csomó minden... pici apró részletbe különbözik a 2101-1-től. A 2101-1-nek például gumicsig van a lökhárítóján végig, meg került mondjuk azt hiszem a C-oszlopra egy rács, meg ilyen apróságok, ilyen kis apró... Ajjajjajjajj, majd ne szórakozzál, hogy egy Ikarusz! Ne szórakozzál, hogy egy 260-as Ikarusz! Ne szórakozzál! És mi az a futófény ott? Egy 260-as Ikarusz, nem, ezt ma, itt most nem cseszheted el, Keeper. És itt fogod elcseszni, érzem, várjam. Marhára figyeljük. Ne! 280-as Ikarusz, de mi ez, nem működik? Ez mi ez a nyíl? Push. Meg tudom nyomni. Mi van itt, gyerekek? Mi a busz megálló? Mi a szar ez?
Jóó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 ó
hallgatjátok. Kicsodák! Júj! Úgy remegettem. Ez mi? Ajándék. Mindenhol gumi van, baze. És van vonorog a buszon, de szerintem azt a busz nem lehet használni. De egyébként ez is érdekel engem, ez a dogjumppal nem lehet felugrani. Nem lehet felugrani a szélére a dogjumppal se. Nem fasz, nem! Hülye vagy most megba... Ma... Ne! Ne! Keeper, ne csináld! Ne mondd, hogy... Ujjajjaj! Ez most nagy mázli volt, szerintem fölbugoltam. Hallod, ez kemény volt. Ez a hülye. Hallod, már fogta Ferike fejét, meg mindenki, hogy mekkora hülye vagy. Na nézzél, mi van itt. Hamutál, vagy mi az? Azt hittem, hamutál. Ezeket tényleg, ezeket nem tudom, hogy lehet széttörni. De itt meg összeszarta valaki a budit, és mi van ott? Ajándék! Ajándék, meg valami denevér szint, vagy mi. De várja, nem tudom kivenni azt, mert... Mert bele kéne bújnom hozzá. Ja, ki tudom. Oké, várjál. Oké. Csak most oké. Várjál. Jó lesz szám. Jó lesz szám. Az a baj, ott nyitom ki belül, baze. Ki is ott? Nem tudom kinyitni ott, mert ugye elvel nyitná ki. És ráül a budira, úgyhogy ezt valahogy ki kéne ebből ketetnem. Ej, gyerekek. Nem engedi kinyitni. Ó, oh, te fiú, nem tudom kivenni, hallod? Az a nagy bajom, nem tudom kivenni. Pont bel van a WC-lukba, nem fér ki, bazza. Na, gyere ki. Hogy ne, nem adjuk fel. Guberálunk a budiba. Kannabén üzemanyag, vagy mi ez? Jaj, 2 liter, várjál, puskát elrakom. Hallod? Puskát elrakom, mert tuti, hogy... Ebben meg nem tudok beszállni szerintem egyébként. Szerintem ez nem vezethető jármű, de mi ez? Mi ez? Ez annyi, hogy kibe tudom kapcsolni. F... Tudom vinni, testvérem. Szerintem, bazze, ne viccelj, ezt felrakom a ladra tetejére. Csini lesz ezzel. Várjál. Felrakom a ladra tetejére, ha addig élik is. Jó. Ez. Hát ez... Ez köllött nekem, mint szar a zsebbe. Na! Jó van. Helyzet széklet. Mi a francot akarok csinálni? De ezt meg miért nem lehet üzélni? Miért nem lehet... Nem tudok beszállni egyébként. Nem lehet op... Nem lehet nyitni az ajtót. Meg nincs semmi, látjátok? Csak lökdös ne lehet. Pedig nagyon élném. Jaj, de kár! Jaj, de kár! Jaj, de kár! Semmit nem lehet csinálni, nincs semmi. Viszont, gyerekek, ne szorakozz, le tudod venni a kerekét. Akkor ez, itt valami van. Hallod le, hogy már le lehessen venni a kerekét, de más nem tudsz vele csinálni. Na, majd mindjárt megnézzük. Na, hunt tartottunk? Kerék, jó, oké. Ja, az üzemanyag. Ezt élem ezt a játékot egyébként, imádom. Ugye, ladába kéne rakni, de szerintem ez nem működik, mert igazából hol tankolnám, meg ilyesmi, nincs semmi olyan. Kerekeket tudom levenni, ahogy látom csak. Na, ezt a izét kinyitjuk, várja. Így lerakom. Kinyitom. Oké. Vagy, és akkor... Éjjel. Yeah. Na mi van? Ez most mi a szar?
Nem tudjuk. De most ez miért lett üres? Hol a nulla litert ír ebbe a szarba? De ott az hogy lehet? És megint mi? A szart csasztunk el. Hogy lett ebben nulla liter? Most ebből hogy lett nulla liter, ha az előbb volt be, hallod? Most ez végképp nem értem, ne haragudjatok. Valami nekem itt nem stimmel. Jó, ott az üzemanyagos kanna. 0,8 liter gaz. Na, akkor megint bazzák. Hát mi a szar? Mi történhetett? Most segítsetek már nekem, mert már tényleg nem balgom. Ez miért, vajon? Mi történt az előző kannával? Meg mi van itt? Ez miért van? Jó, hát indulok tovább, vagy nem tudom, aludjunk? Aludhatnánk, mert ugye mindjárt éjszaka. De ez most engem nagyon kimerített, hogy miért van ez. Alszok egyet, jó, itt az Ikarus árnyékába, gyerekek. Nem vágom. Hogyha tudjátok a megoldást, akkor írjátok meg már nekem, mert én tényleg le vagyok sokkolódva, de most azt fogjuk csinálni, hogy kigyorsítok. Mondjuk egy 90-re, és kikapcsolom a motort. Hogy... És akkor próbálom gurulni, mert ebből az üzemanyaggal nem jutok sehova. Hova tűnt az üzemanyagunk? Nem voltunk üresek, meg ebben volt üzemanyag ebbe a kannába, és mégis eltűnt belőle. Vagy a szarba. Tudjam, hogy most az a baj, hogyha nem találok. Gyerekek, nyitva van az ajtó. Ah, az anyád. Hogyha nem találok épületet nagyon gyorsan, akkor itt nekem befölhősüt. Kellett volna hozni szánkót, mi? Na, gurulok, ameddig tudok. Mondjuk, ha elérjük mondjuk az 50 km/h, akkor lesz az, hogy indítunk mindig egy motort. Rajtunk van még ez a szar szerintetek? Akkor megint fölmegyünk 90 és gurulás. Az. Oké gyerekek, dugjuk ki a fejünket. És tök jó, hogy van szélzaj. Nagyon tetszik. Nem, az nem tetszik, hogy nagyon bajba vagyok. Nem fogok tovább tudni, vagy nem fogok tudni tovább menni. De... Jaj, Mari? És az Ikarus nem lehetett használni, mi? Emlékeztek, hogy lehetett nyitni régen az Ikarusokat kívülről? Alul volt a lökhárító alatt egy ilyen kis gomb, meg kellett volna néznem. De hát nem hiszem. Nem volt üzemanyag betöltő nyílás se. Az még az elején volt, ugye? Na, a francot volt az elején. Nem tudom, mit emlékszek rá, de mintha lett volna az elején egy ilyen nyílás. Nekik. Valami más lehetett. Hűtővíz? Mondjuk lehet, hogy ott volt az üzemanyag töltő, nem tudom. Na, itt pont lejtő lesz. Egyébként mi van nekem a tükörben? Néha olyan furcsa. Mi a fasz? Mi az a sapka? Te ne szívass, mi az a sapka? Hallod, nem merek hátra nézni, ott van egy sapka benne. Figyeld a... Azt a rohadt életben mi van a tükörbe? Ne. Ne valami. Bazd meg, mi a franc? Nekem van sapkám. Hallod, én megőrülök. Menj a francba. Úristen, ezek vagyunk mi. Hallod, összeszartam magamtól. Miért van ilyen fejem, vagy mi a szar ez? Hallod, ez több, mint beteg, ne haragudjál már meg.
Ez nagyon beteg. Hát összefostam magam megint. Pedig saját magamtól is. Szörnyű bazzak. Ez nagyon, nagyon beteg ez a játék. Próbálok menni, mint a bolond, de szerintem bajosok lesznek a dolgok, mindjárt ki fogunk fogyni. Viszont tényleg az FPS probléma az viszonylag megoldódott. Jó lenne egy épület, more. Így nézünk ki, hallod? Hát ez nagyon kajak. Hát nem csoda támadnak minket a hóemberek. Hát ezt szerintem direkt csináltátok. Mármint a készítők, hogy összeszarja magát mindenki. Hát ő még a Doggy Andy-tól is beszarok. Hoppa! Gyerekek, töltődött valami. Remélem épület. Ott a Doggy Andy-tól is beszoktam szarni. Remélem épület töltődött. Így kéne menni mindig, hogy ilyen lightosba. Az a baj, akkora távolságok, ezeket gyalog, esélyed nincs megcsinálni. Ez mi ott fönn balra? Ez miért fönn balra? Mi volt az ott? Egy ilyen oszlopszerű képződmény volt. Meg ott szembe is. Jaj! Mi a szar az? Ja, fa. Lehet, hogy fa. Ja, azok fák akkor. Jó, hogy nem álltam meg neki. Akármelyik pillanatban kifogyhat az üzemanyag. Úgy látom, hogy nem igen van épület, nem igen töltődött be épület. Mondjuk legalább 2 kilométerre töltődnek szerintem, mert ez ott is nagyon sokkal előtte recent be, meg ráadásul ugye 2 kilométeres látótávolságunk van, amit még följebb is tudsz húzni, elég furcsa lenne, hogyha ugye beszpawnolna közben az épület, amikor mész. Úgyhogy én gyanítom, hogy itt lesz épület. Legalábbis próbálok bizakodni. De hogy saját magamtól beszartam a tükörbe, az azért adja. Ó, a gyerekek, legyen egy épület, nem akarom újrakezdeni. Mondjuk, hogyha újrakezded is, ugye full random mindig, és mindig más, az is érdekes. Eljöttünk 20-valány kilométert már. Inkább megmondom őszintén, a Jalopi, nem is tudom kivel beszélgettük, hogy, hogy a Jalopi az baromi nyomasztó ehhez képest, nem tudom, a Jalopi nekem nem jött be, az olyan, mint egy szürreális álom. Egyébként ott egy repülő, hallod? És mi a szar? Mi az? Ajá, meg bazze, meg is akartam volna állni, de... Mindegy, nem, most már mindegy, mert ott megy. Olyan, mint rendesen egy tárgy. Hopp, épület! Épület, kiszállunk távcsővel, megnézem, mi az a tárgy, azt meg érdekel, mint az állat. Várja. És meg már tűnt, jó van. Jó, kikapcsoltam azért a gyújtást is, úgyhogy... Na. Szánkó! A szánkót elvisszük, mert azért tudunk tovább menni. Ott egy guminő, gyerekek. Azzal mit lehet csinálni? Jobb, hogyha meg se kérdezem, mi? Gyerek, jobb guminő? De miért van a guminőben a... Ott. Jó lesz ez mindjárt. Szaros guminő. Marha jó. Vallod ide, rá kéne ültetni. Jaj, Mare. Hát ezt elviszem még jól lehet akármire is. Olyan, mint a kecske. Ha nő, akkor is jó, meg ha férfi, akkor meg még jobb. Na, beültetjük magunk mellé, Mare. Jaj, testvéreim. Szépen legyél. Úgy, ott lesz ő. Ott jó? Ha! Gyerekek, beszarsz, figyelj. Nem jó, mert nem lát ki. Várjál, barát. Barátosném, hello.
Szívülsz. Ó, hát, várjál, odébb kellene raknom. Berakom lábhoz, az a lényeg. Ide leülsz, testvérem. Utas oldalra. Azt már tudsz is egyből mahinálni a nővel. Szevasz. Igen. Ne, várjál, van egy ötletem, testvérem. De el kell ülni. Most berakod ide lábhoz. Ez különböző... Jaj, ne, várj, hátul. Igen. Szerintem ez így nem rossz. Oké, okay. Így ez... Jaj. Az a baj, nem tudom forgatni eskü gyerekek, hát már voltam olyan hülye, hogy... Ki kéne szállnom, nem tudok kiszállni most innen. Mert itt nálam a guminő. Valamit kitaláltam. De most ezt hadd csinálja meg gyereket, tudom, hogy... Ah! Ah! Miért nem lő? Ezt a büdös! És miért van egy emberi kéz, baza? Miért, honnan került ez elő, hallod? És ki lehet tűzni valahova, ne szívassál, more. Egy emberi kéz, testvérem, és elhagytuk azt a táblát. Hát az... Összeszarom magam, menjetek a francba. Yes, hát ez így... Várjál, eladának a... Shit. Ez így kell itt ide. Horror karaván, de... Még jó, hogy hörögnek, testvérem. Különben megint baj lett volna. De hogy kéne ő? Na vigyázzál, oda menjél be. Menj át oda. Hogy? Ide akartam üldetni egyébként, ennyi a célja itt a dolgoknak. Várjál. Így. Hogy? Meg is vagyunk, gyerekek. Na, kiszállás. Szerintem menjünk. Jaj, szavaz, baby. Van utitársam ma. De egyébként kemény az a hely. Nem mentünk fel még a tetőre. Na, figyeljetek, felmegyek a tetőre. De már a következő részbe. Most megyünk tovább. Na, köszi az figyelmet, jók legyetek. Csumi csörtészta.